A megszámolás algoritmusa, gyakorlás. Oldjuk meg a tankönyv 123. oldalán a 11C feladatot. A megoldáshoz először az eddigiekhez hasonlóan a megszámolás algoritmusára készítünk egy programot. Hozzunk létre egy új projektet, Tökö 123O 11F néven. A projektbe vegyük fel a módosított diákok adatmodult, amelyben a nulla indexű elemeket fiktív értékekkel töltöttük fel. Az űrlapon egy parancsgombra és egy címkére lesz szükségünk. A megszámoláshoz deklaráljuk a döbö, az adatok számának a jelöléséhez pedig az N egész típusú változót. Az N a tömbök maximális indexével egyezik meg. Az algoritmus pontosan megfelel az eddig felírtaknak. Nullázzuk a darab változót, majd végigmegyünk a tömbelemeken, és ha az aktuális elem fiú, az előtte lévő elem lány, tehát nem fiú, és a mögötte lévő elem is lány, azaz nem fiú, akkor a darab változót egyel megnöveljük. Az i-edik elem előtt álló elem indexe i-1, az i-edik elem után álló elem indexe pedig nyilván i+1. Logikai rövidzárral persze gyorsabb programhoz jutnánk, de ezzel most nem foglalkozunk. Ne felejtsük el a ciklus után kiírni a darab változó értékét. Futtassuk a programot. Ha rákattintok a parancsgombra, bizony hiba üzenettel leáll. Az index a tömb határain kívülre mutatott, index out of range hiba. Ezzel a hibával sajnos a továbbiakban nagyon gyakran fogunk találkozni. Miért kaptuk ezt a hiba üzenetet? A hiba okát megtudhatjuk, ha bezárjuk a hiba üzenetet. Amíg nem állítjuk le a programot, egy változó fölé mozgatva az egeret, a Visual Basic megadja a változó értékét. Mint látjuk, a ciklus utolsó lépésénél az i egyenlő 100 esetben keletkezett a hiba. Mivel a tömbelemek maximális indexe éppen ennyi, ezért 100+1 indexű, azaz 101 indexű tömbelem már nem létezik. Valójában már a ciklus elején is gondot okozott az 1-1, azaz 0 indexű tömbelemre való hivatkozás, de szerencsére mi 1-től kezdtünk a tömbelemek indexelését, a Visual Basic-ben azonban van 0 indexű elem is. Az más kérdés, hogy ez bizony érvénytelen adatokat tartalmaz, tehát akár hibás eredményre is vezethet. A javítás előtt leállítom a programot. Mivel a sor elején álló fiú biztosan nem állhat két lány között, ezért elegendő 2-től indulni. A sor végén álló fiú sem állhat két lány között, ezért elegendő n-1-ig elmenni. Így már nem kapunk hiba üzenetet. Jól működik a program. Ha futtatjuk, láthatjuk, hogy 18 fiú áll közvetlenül két lány között. Módosítsuk kissé a kérdést, oldjuk meg a D feladatot is. Nullázzuk a darab változót, majd jöhet a ciklus. Mivel hivatkozunk az i-edik elem mellett álló elemekre, ahogy az előbb láttuk, nem indulhatunk 1-től, és nem mehetünk el az utolsó elemig. A feltételt kissé módosítanunk kell, hiszen most elegendő, ha a két szomszéd közül legalább az egyik lány. Tehát az i-edik elem legyen fiú, és előtte vagy utána álljon lány. Természetesen mindkét szomszéd is lehet lány, megengedő vagyot használunk. Ez a megoldás azonban hibás eredményre vezet. Lássuk, hogy miért. A ciklust a második elemtől kezdve indítjuk, azaz nem vesszük figyelembe az első elemet. Ha mindkét elem fiú, akkor az első elem nem felel meg a feltételeknek, nincs lány szomszédja, így nem vezet hibához, ha kihagyjuk. Ha azonban az első elem fiú, a második pedig lány, akkor a helyes megoldásnál egyel kevesebbet kapunk eredményül. Ugyanez vonatkozik a sor végén álló fiúra. Mivel csak az n-1 indexig vizsgáljuk az elemeket,
az utolsó elemet már nem veszük figyelembe. Ha az utolsó két elem fiú, akkor ismét helyes eredményre jutunk, az utolsó fiú mellett nem áll lány. Ha azonban az utolsó elem fiú, előtte pedig lány helyezkedik el, akkor ismét egyel kevesebbet kapunk a helyes megoldásnál. Mit tegyünk? Jobb híján ezeket a kivételes eseteket külön meg kell vizsgálnunk. Ha tehát az első elem fiú, a második lány, akkor is adjunk hozzá a darab változóhoz egyet. Megtettük volna azt is, hogy ilyenkor a kezdőértéket választjuk egynek. A sor végén, ha az utolsó elem fiú, előtte azonban lány áll, akkor is egyel nagyobb a megfelelő elemek száma. Következik a kiírás. Ha futtatjuk a programot, akkor 35 ilyen fiút kapunk. Próbáld meg, mi lenne az eredmény a két feltételes elágazás közbeiktatása nélkül. Vegyük észre, hogy a két lány között álló fiúk számának a meghatározásánál a feladatból következően az első és az utolsó diák nem felelt meg a feltételeknek. Így őket nyugodtan kihagyhattuk a ciklusból. Most azonban ezt nem tehetjük meg. Velük is számolnunk kell. Nem tekinthetünk el tőlük csak azért, hogy ne kapjunk hibaüzenetet. Ezek az úgynevezett kivételes esetek általában nagyon elbonyolítják a programot. Hogyan lehetne őket kiküszöbölni? Térjünk vissza a sor elejére. Vegyük figyelembe, hogy rendelkezünk egy nulla indexű, eddig fel nem használt tömbelemmel. Ha ügyes módon értéket választunk ennek az elemnek, akkor indíthatjuk a ciklust i egyenlő 1-től kezdve, nem kapunk hibaüzenetet. Legyen a nulla indexű elem értéke fiú, azaz true. Ha most az egyes indextől indítjuk a ciklust, akár fiú következik utána, akár lány, megfelelő módon határozzuk meg a darab változó értékét. Gondold meg, hogy miért. Ha már ilyen sikeresen kiküszöböltük a tömb elején álló kivételes esetet, próbálkozzunk meg az utolsó elemmel is. Illesszünk be az n-edik elem után egy fiktív elemet. Így a ciklust az n-edik elemig futtathatjuk, hivatkozhatunk az utána elhelyezkedő elemre, nem kapunk hibaüzenetet. Legyen ennek az n plusz egyedik elemnek is az értéke fiú. Így, ha az n-edik elem előtt fiú áll, akkor nem felel meg a feltételeknek, nem számoljuk. Ha azonban előtte lány áll, akkor a darab változó értéke egyel nagyobb lesz. A tömb elején és végén álló fiktív elemekkel ki tudjuk küszöbölni a kivételes esetek vizsgálatát. Sokkal egyszerűbb algoritmushoz jutunk. Lássuk! Ahogy megbeszéltük, a nulla indexű fiktív elem értéke legyen igaz, azaz tekintsük fiúnak. A Visual Basic tömbjei rendelkeznek nulla indexű elemekkel, itt nincs semmi probléma. A tömbünk azonban tele van, hogyan helyezhetünk el egy további elemet a végére. Ehhez a redim utasítást használjuk. A redim utasításnál a tömb neve után meg kell adni az újabb maximális index értékét. Ne felejtsük el a preserve kulcsszót kiírni, mert különben a redim az alapértelmezett értékekkel látja el a tömb elemeit. Mint tudjuk, a preserve kulcsszó használata lelassítja a programot, mert a Visual Basic ilyenkor készít egy új tömböt a memóriában, és átmásolja a régi elemek értékét. A későbbiekben azonban, amikor majd nem adatmodult használunk, hanem fájlból olvassuk az adatokat, akkor megfelelő méretű tömböt deklarálva kiküszöböljük ezt a hátrányt. Vigyázat! A diákok száma továbbra is n, 1-től n-ig töltik ki a tömböt, a nulla és az n plusz 1 indexű tömbelem egy-egy fiktív értéket kapott. Az n plusz 1 indexű, csak úgy, mint a nulla indexű értéke, legyen true. Ezek után már a ciklust 1-től n-ig futtathatjuk. Először persze a darab változót nullázzuk, majd a megszámolást végző feltételes elágazás
pontosan olyan marad, mint az előbb. Ha futtatjuk a programot, akkor láthatjuk, hogy mindkét esetben 35 ilyen fiút találtunk. Jegyezzük meg a kivételes esetek kiküszöbölésének ezt a módszerét, a tömbelemek fiktív értékeinek a használatát, mert nagy mértékben egyszerűsíthetjük a segítségével az algoritmusokat. A későbbiekben még több példát is fogunk erre látni.